Talán a kártevők a legnagyobb nyertesei a május végi időjárásnak. A kujáni tanyán szépen piroslanak a cseresznye szemek, sajnos a sok eső miatt túl gyorsan nőttek meg, ezért a gyümölcs könnyen elreped. Június elejétől augusztus végéig rajzik. Oda röpül a cseresznyére, megyre, belerakja a tojását, és a gyümölcsbe kell ki a tojás, és ettől lesz kukacos a cseresznye. Az áprilisi fagyok és a jelenlegi túl sok eső mellett a cseresznyésben ezek az apró cseresznyelegyek okozzák a legnagyobb kárt. Valaki mondta nekem, hogy Pesten a zöldségboltokban 3000 forint körül van a cseresznye. Gyakorlatilag az országban 5-10%-os termés van. A környező országokban úgy szintén megfagyott a cseresznye, tehát nem tudják honnét behozni. Sajnos nem csak a cseresznyára lesz nagyon magas idén. A megynél a tavalyi nagy termés után most 30%-kal várnak kevesebbet. 800-1200 forint közötti fogyasztói árat becsülnek a szakértők. Apáti Ferenc, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnöke szerint a jó évjáratok 15-16 ezer tonnás termésével szemben idén ennek mindössze harmadát várják.